Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, ismét egy különleges hölgy a vendégem, Kölerné Koch Ilona Bonyhádról. Ő a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke. Nagyon köszönöm, Ilonka, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velem. Köszönöm a meghívást. Évtizedek óta a német közösséggel foglalkozol. Már én olvastam az önéletrajzodban, hogy már gyerekként szívtad magadba ezt a kultúrát. Honnan indult ez az egész? És hogyan jutottál el odáig, hogy tulajdonképpen idén átvehetted a tevékenységedért a Magyar Arany Érdemkeresztet augusztus 20-a kapcsán? Hogyan érkeztünk el ideig, onnan, hogy kisgyermekként már a német kultúra mozgatott téged? Igen, ez egy hosszú idő, most már 60 éves elmúltam, és minden Morrágyhoz köt, tehát én morrágyi vagyok. Itt egy nemzetiségi családba születtem, és ez meghatározta az egész életemet. 1976-ban megalakult a német tánccsoport Morrágyon, ott alapító tagja voltam. Itt kezdtem el a gyűjtést, pacskárokat gyűjtöttem, különböző használati tárgyakat, ruhadarabokat. Gyermekkorodban már meghatározó volt a német kultúra. Hogyan alakult ez? Miért volt ennyire meghatározó a ti családotokban a német kultúra? Elmondhatom, hogy német családba születtem, ez meghatározó volt az életemben. A következő pont pedig, amikor 1976-ban megalakult a Morrágyi Tánccsoport, annak alapító tagja voltam, és ekkor kezdtem el a gyűjtőmunkát, különböző használati tárgyakat gyűjtöttem, a pacskárokat, elkezdtem gyűjteni fotókat, táncokat gyűjtöttem, és már a tánccsoport részére koreográfiákat is készítettem. És miért érdekes egyébként egy fiatal hölgy számára az, hogy ilyen német, vagy a múltból származó német erekjéket gyűjtsön kb. Otthon a családban is sok ilyen tárgy volt, és fölvitték a padlásra, és mivel a család nagy részét kitelepítették, és nyaranta jöttek látogatóba, és mindig érdeklődtek, hogy mi van a padláson. És sok mindent el is vittek, és akkor úgy gondoltam, hogy hát nem kerüljön már minden külföldre, hanem én is elkezdtem gyűjteni, és innen volt ez a gyűjtő szeretet. Valamint az általános iskolában nagyon jó történelem tanárunk volt, és ő fertőzött meg már ezzel a gyűjtéssel, tehát elmentünk különböző helyekre, és már onnan volt ez a gyűjtő szenvedély, ha mondhatom. És hogy áll most a gyűjtemény? Jól. Elmondhatom, hogy a pacskárokat is akkor kezdtem el gyűjteni, mivel a tánccsoportban is pacskárban jártunk. Anyukám is készítette, a nagymamám is készítette, tehát már ebbe is beleszülettem. És már egy szép gyűjteményt hoztam létre, és ez alapján Bonyhádon megalakult egy spincsúbekör, vagy pacskárkötőkör, akikkel már nagy sikereket értünk el, hála Istennek. Sok tagunk van, és a pacskerkészítés tudományát átadjuk az újabb generációknak. Próbálkozunk minél több embert ezzel megismertetni. Most már különböző településekről is jönnek hozzánk. Következő hónapban Komlóról jön egy csoport. Egy-egy viszontlátogatásával lesz, mert már mi is voltunk náluk. Valamint elkezdtük gyűjteni a pacsker mintákat, most már több mint 300 mintát számítógépre vittünk, és nagyon büszke vagyok arra, hogy nálunk tag a Szekszárdi Till Jánosné Marika néni, aki mindenki előtt ismert, hisz ő is megyei kitüntetést kapott, és a Tolna megyei német viseleteket babákra varta. Nagyon, és pacskerukat is készít, és a csoportban benne van még Kis József, aki gyönki, neki is nagyon gazdag gyűjteménye van, és mi is elkészítettünk már egy pacsker kiállítást, valamint egy rollápot is, bemutatva Tolna megye német településeit. Azt is látszik rajta, hogy melyik település milyen vallású és milyen pacsker minták voltak. Azt hiszem, hogy ez egy egyedülálló gyűjtemény, nem csak a kiállítás, hanem az összegyűjtött pacskerok is. Biztos egyébként néprajzi és ilyen szociográfiai szempontból is nagyon meghatározó az szerintem, hogyha az ember ilyen kordokumentumokat gyűjt vagy dolgoz fel. Tehát nagyon érdekes és nagyon, nagyon hasznos számunkra, és majd aztán az unokák számára is. Ezen keresztül is foglalkozol ugye a német kultúrával, de
ahogy említetted, a tánc is meghatározó számodra. Ennek nyomán egy tánccsoport is létrejött, aztán később Bonyhádon. Ugye? Ez hogyan alakult? Mennyire volt meghatározó a tánc az életedben? Nagyon. Mint említettem, 76-ban a Moragyi Tánccsoport alapítója voltam, és táncokat is gyűjtöttem, táncokat készítettem, és Bonyhádról zenészek jöttek Morágyra kísérni a tánccsoportot. Akkor még megengedhettük magunknak, hogy élő zenei kísérlet legyen, sajnos ma már ezt nem tudjuk megengedni magunknak. És 5 bonyhádi zenész jött Morágyra, kísérte a táncosokat, és a vége az lett, hogy 5 morágyi táncos Bonyhádra került. Így 85-ben kötöttem házasságot a férjemmel, akkor kerültem Bonyhádra. 3 gyerekünk született, 86-ban a lányom, 87-ben a fiúk, és 88-ban kerestek meg azzal, hogy néhány hónapja működött Bonyhádon egy tánccsoport, de a vezetője külföldre ment, és hogy vegyem át a tánccsoport vezetését. Így jött az, hogy 88 óta a bonyhádi tánccsoport vezetője vagyok, és hát bizony nagyon nehéz volt a kezdet, mert 3 pici gyerekünk volt, de a család nagyon sokat segített, legtöbbször az ikrek a mamáknál maradtak, vagy a dédiknél, és a kislányt vittük magunkkal, és a férjem pedig kísért a tánccsoportot, és így tényleg könnyebb volt, és nagyon sokat segített nekem, nem csak a zenei kíséretben, hanem mindenben. Úgy általában is támogató volt. Igen. Nélküle nem lehetett volna ezt megvalósítani. A magyarországi német közösség mennyire ismeri egymást? Mert ugye úgy értem, hogy városhatárokon túl, vagy megyehatárokon túl. Mennyire összetartó ez a közösség, és mennyire tartjátok egymással a kapcsolatot? Összetartó a közösség. Van is egy országos szervezetünk, a Landesrat. Ez a Magyarországi Német Ének, Zene és Tánckarok Szövetsége. És itt is a Tánckarok Szövetségének a déli régió elnöke voltam. Vagy alelnöke voltam, hosszú időn keresztül, de annyi minden más jött már hozzá, hogy azt le kellett mondanom. A Bonyhádi Tánccsoportnak hány tagja van jelenleg? Mennyire tudjátok mozgatni a fiatalokat ezzel a típusú kultúrával manapság? Mennyire nyitottak ők? Igen, most már sokkal nehezebb. Nem olyan rég beszéltem valakivel, hogy körülbelül tiszteles energiába telik elvégezni ugyanazt a munkát, mint amit korábban. Azt elhiszem abszolút, hogy nehezebb egy picit őket mozgatni másmilyenek. Igen, és nem csak az, hogy másmilyenek, hanem sokkal több hatás éri őket, tehát rengeteg mindenből válogathatnak. A sport annyira előtérbe került, a zeneiskola, különböző más táncok, és amelyik jó, gyerek jó, ügyes, az szinte mindenben ügyes, és ott van a qual der Wahl, tehát választani kell valamiből, és de hát próbálkozunk. Azért elmondhatom, hogy 92 tagunk van, 4 korcsoportban működünk, és van egy korcsoport, aki most éppen nem aktív, mert babák jöttek, hála Istennek, tehát bízom benne, hogy idővel majd visszajönnek. Viszont a kicsik között sok olyan gyerek van, akinek a szülei is táncoltak már, és azért ez nagy öröm számomra. Igen. És egyébként a tánccsoportban mindig német kötődésű tagok vannak? Vagy tudtok esetleg behozni olyat is, aki csak érdeklődője ennek a kultúrának, és nem kifejezetten ilyen felmenőkkel rendelkezik? Van-e ilyenre példa? Igen, ilyenre is van példa. A legtöbb gyereknek van német kötődése, de olyan is volt, hogy a kétanyelvi iskolába székely gyerek járt, vagy felvidéki, és a baráti körrel együtt csatlakozott hozzánk is. És érdekes, mert általában, ha akik kikerülnek a tánccsoportból, legtöbben még később, évtizedek múlva is tartják a kapcsolatot. Például a lányomnál is 9 lány volt együtt, és még a mai napig is évente összejárnak. Tehát ez nagyon jó. Tényleg van egy ilyen közösségépítő. Igen, és nemrég kaptam egy levelet Budapestről is, egy volt táncosomtól, aki megköszönte mindazt, amit a tánccsoporton belül kapott, és hogy mennyire nagy dolog, hogy ő ide tartozhatott.
nem olyan rég Budapesten volt egy verseny, és úgy nyerték meg, hogy egy táncot mutatott be. Tehát ez volt a választópont, hogy megnyerhették ezt a versenyt. Tehát nagyon sok érdekes dolog van, ami összefügg a tánccal. Én úgy gondolom, hogy fontos lenne az, hogy közösségekbe járjanak, hogy megtanuljanak táncolni, énekelni. Egy viselkedés kultúrát is ad, hisz egy férfi egy nővel, egy fiú egy lányjal meg kell fogni a kezét. Ugye óvodában a kisgyerek hát nem fogja meg a kezét. Tehát van egy olyan dolog, ami hozzátartozik az intelligenciához is. És ezt úgy gondolom, hogy a táncban megkapják. Nagyon sok élmény gyűjtenek az évek, évtizedek alatt. Tehát mi is elmondhatjuk, hogy kétszer jártunk a müncheni Oktoberfesten. Tehát szerintem nem volt még olyan magyar csoport, aki ott lehetett volna. Tavaly 4 országban jártunk, Svájcban is. Tehát próbálunk a minden generációnak valami pluszt adni, és ezzel talán egy kis motiváció, hogy érdemes ide járni, hisz nagyon sok helyre eljutunk. Ez nagyon nagy szervező munka azért összerakni egy tánccsoportnak az éves úti tervét, hogy így fogalmazzak, beleértve ebbe a mindennapi programokat, és azt is, hogy hova utaztok, meg merre mentek. Hogyan alakítod ezt, mik a vezérelvek ebben a dologban? Gondolom, hogy vannak lehetőségek is, vannak elképzelések is, amik feltételezem, hogy meg lehet hozzá találni a lehetőséget. Hogyan alakul ez? Igen, bizony elég nehéz dolog a szervezés, valamint az anyagi biztonság megteremtése. Igen. Pályázni kell hozzá, a pályázat is már sokkal nehezebb, mint régen volt. Én régen, hát csak az ember leírta, hogy mit szeretne, milyen költségekkel, és már lehetett is pénzhez jutni, vagy pályázni. Igen. Most nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz, de anélkül meg nem tudunk megmaradni. Azért ez a geopolitikai helyzet mindenre rányomja a bélyeget, és én azt hiszem, hogy mindig a kultúra az, és a kulturális programok, amiken legelőször visszafogják a költségeket, mert hogy ugye enni kell, munkába járni kell, és akkor mindig a kultúra az, ami hát háttérbe szorul először. Én is dolgoztam korábban rendezvényszervezőként, nagyon szeretem, szerintem egy gyönyörű, szép szakma kultúrát közvetíteni és közösséget építeni, tehát nagyon tisztelem azokat az embereket, akik ezzel foglalkoznak, és látom egyébként, hogy milyen nehéz fent maradni. Most mivel foglalkoztok? Mi hogyan telnek a mindennapjai a tánccsoportnak? Hogy zajlik egy nap, mondjuk, mikor vannak próbák, hogyan működik? Szerdán és pénteken próbálunk a gyerekekkel. Két gyermekcsoportunk is van, a Cverge, akik most kezdtek, valamint a Cipfelnőc, és két nagyobb generációnk, vagy idősebb generáció, aki utánpótlás és ifjúsági csoport. És pont most egy új táncot tanulunk, készülünk a mártonnapi búcsúra, és egy új táncot szeretnénk bemutatni, új viselettel is, és a kicsik is új koreográfiát tanulnak. Elmondanám, hogy ebben az évben egy nagy fesztiválon vettünk részt, gyerektáncfesztiválon, ahol aranyminősítést szereztünk, fesztiváldíjat és külön díjat is. És ezt a táncot akkor a kolléganőmmel készítettem, és ez volt a harmadik fesztiváldíjas táncom, és azt hittem, hogy ennél nincs már tovább, hogy ez egy hatalmas megtiszteltetés, és nagyon sokat elértem ezzel az életben, és akkor jött még az, hogy ebben az évben megkaphattam a Magyar Érdemrend arany fokozatát, ami tényleg az eddig életem csúcsa, és azt hiszem, hogy ettől nincs tovább, tehát ez egy hatalmas megtiszteltetés. És mit szóltál, amikor vettél? Az igazság, hogy kaptam egy levelet, hogy felterjesztettek. De nem is nagyon foglalkoztam vele, hisz hát sok embert felterjesztenek, többet, és nem mindenki kapja meg. És amikor megjött a levél, hogy hát tényleg át kell venni, akkor szóhoz se jutottam, és hát ez még mai napig is egy olyan élmény is, és megtiszteltetés, ami nem mindenkinek adatik meg.
tudom, hogy nagyon sokan sokat tesznek a németségérés és különböző ágakban nagyon sok mindent érnek el, de az, hogy ez most épp rám esett, az egy megfoghatatlan, felfoghatatlan dolog számomra. Biztos, hogy nagyon motiváló az, hogyha az ember kap egy ilyen elismerést. Amikor összeállítottok egy koreográfiát, vagy összeállítottok egy koreográfiát, hogy működik a színfalak mögött? Erre mindig kíváncsi voltam, hogy ez hogyan indul az elejétől egy koreográfia összeállítása? Nem egy könnyű dolog, tehát előtte gyűjtőmunkát kell végezni. Az hogyan zajlik a gyűjtőmunka? Elmegyek idős emberekhez, nagyon sokat gyűjtöttem anyósomtól is, és a férjem is nagyon sokat segített ebben, valamint van néhány kiadvány a magyarországi német népdalkincsről, a tánclépésekről, és valamikor ezt vittem magammal, és megkérdeztem, hogy ebből valaki ismere táncokat. Meg, mint említettem, Mórágyon is én még nagyon sokat gyűjtöttem, még ma is táplálkozom ebből a régmúlt anyagból. És tehát ezeket, hogyha egymás mellé tesszük, és van egy ötlet. A mostani táncunknak az volt az ötlete, hogy egy volt táncos párunktól kaptunk egy kis kocsit, olyan kocsit, ami egy rendes lovaskocsinak a kicsinyített mása. Mert a nagypapa ilyet készített, és odaadta a fiának, a fia pedig az unokáknak, és amikor egyszer felvonultunk, ja, amikor a müncheni Oktoberfesten vonultunk fel, és húzni kellett valamit, tehát ugye órákon keresztül tartott ez a rendezvény, és a vizeket valahova bele kellett tenni, és akkor kaptuk ezt a kis kocsit. És az annyira szeretjük, amikor más rendezvények vannak, akkor is el szoktuk vinni, és a felvonuláson használjuk. És úgy gondoltam, hogy olyan jó lenne ezt megmutatni, hisz ilyen nem nagyon van. Ez volt az egyik, és van egy kis ének, hogy tehát amikor a gyerekek kimennek a mezőre, és virágot gyűjtenek, és e köré szerettem volna egy táncot összehozni. És hát ez egy hosszú kutató munka volt, hogy összeálljon, hogy na melyik illene hozzá, és zenében is. Korábban a férjem segített mindig a zenei anyag összeállításában, de sajnos őt már 8 éve elveszítettem, és azóta nem is készült új tánc, ez volt most az első. Tehát hosszú idő előzte meg ezt a munkát, és a volt kollégája és barátja, Pece István jár Bonyhádra, és harmonikát oktat, és őt kértem meg még a zenei munka segítségébe. És a végén összeállt egy nagyon aranyos kis tánc, és amit a gyerekek is nagyon élveznek, és Solymáron fesztiváldíjat nyertünk, mint mondtam, aranyminősítést, a Manninger Miklós Alapítványnak a külön díját, és még azt is, hogy január elején az országos gálán mi mutatkozhatunk meg ezzel a tánccal. Hány koreográfiát készítettél eddig, tudod-e? Elég sokat nem számoltam meg, sajnos nem is rögzítettük mindegyiket. Itt Szekszárdon is tanítok két iskolában is, és itt is volt már, hogy néhány kisebb koreográfiát készítettem. Ezek sajnos nincsenek meg, de a nagyok azért megvannak. Tehát 3 fesztivál díjas koreográfiám van, Mórágyaknak a Lakodalmas készítettem, amiért Nívó díjat kaptak. A Mórágyi Klumpapolkát is összegyűjtöttem, az is egy érdekes dolog, mert ugye a németek hozták magukkal a klumpát is, és amikor rossz idő volt, akkor abba jártak, sőt télen is abba jártak sokan. Télen még szalmát is tettek bele, és a pacskárral együtt bújtak a klumpába. És hogy tehát találtam egy nénit, aki erről mesélt, ő kismorágyi volt, és volt egy kocsmájuk, vagy egy vendéglátóhelyük, és ott mondta, hogy összejöttek az emberek, és amikor jókedvük volt, bizony klumpába is táncoltak. És innen jött az ötlet, hogy lehetne egy ilyen tánc. Meg van egy népdal is, hogy szájmenet aus Bátaszék, szájmarhált a szomba, hálunk háne lédesó, de tánc mint egy klumpa. Tehát, hogyha nem zombai vagyunk bátaszékék, és nincsen bőrcipőnk, akkor klumpába táncolunk. Tehát ez még egy népdalban is benne van.
De jó ötlet, tehát össze fogom számolni, hogy hány koreográfia volt. Búcsút is készítettünk. Erre is tehát sok minden van. A német ajkúnak szokásai, amiket te gyűjtöttél, ugye? Korábban nyilván nagyon meghatározóak voltak a német közösség életében, ez egy összetartó erő volt, összejöttek a családok, és együtt voltak, és ezen szokások mentén teltek a mindennapjaik. Manapság egy német felmenőkkel rendelkező család vagy közösség életében a szokások mennyire meghatározóak, mennyire határozza meg a szokásaikat az, hogy ők német felmenőkkel rendelkeznek? Szerinted mit gondolsz? Ez már elég elhalványul. Tehát én úgy gondolom, hogy én vagyok az utolsó generáció, akinél még ez fontos volt, mert a szüleinknél, nagyszüleinknél ezt láttuk. De már az én generációmnak ugye gyerekei vannak, unokái vannak, ott már ez ezért sokkal nehezebb, valamint vegyes házasságok vannak, tehát ahol már legtöbb helyen nem tartják a régi szokásokat. Vannak azért olyanok, amik megmaradtak, az ételeknél, hogyha megnézek az étel készítése, a karácsonyi szokások, a búcsús szokásokból is van, ami még megmaradt, valamint az egyházi vonalon is azért legtöbben ragaszkodnak még ezekhez a régi szokásokhoz. És ha itt az egyházi szokást nézzük, akkor volt például Cikolyán nagyon érdekes szokás, a gyógynövény szentelés. És ezt egy cikói könyvben olvastam, a Kiszler Ilonka néni könyvében, és ebből lett, tehát így elevenítették föl Bonyhádon a gyógynövénygyűjtést és a gyógynövényszentelést 2004-ben, és azóta 2-3 évente ezt megtartjuk, aminek nagyon nagy sikere van, és legutóbb már 100-an jöttek el gyógynövény gyűjteni, csokorokat készítettünk, és elmentünk a templomba, és ezt megszenteltük. És ez a gyerekeknek is érdekes, mert kimegyünk a mezőre, kimegyünk a friss levegőre, biztos, hogy nem fogják nyomkodni a telefonjukat, és egy csomó információhoz is jutnak, mert egy botanikust hívunk meg mindig, aki mesél arról, hogy a növényeknek milyen gyógyhatása van. Tehát sok minden tartozik még ehhez. Rengeteg dolog van, amivel foglalkozol, meg ami mozgatja ezt az egészet, és azért kérdeztem ezt egyébként, mert hogy több hagyományőrző csoport is van ugye országszerte, mindenféle ajkú, mindenféle nemzetiségű hagyományőrző csoportok, és hogy mennyire tud az egy reális cél lenni egy hagyományőrző csoportban, hogy a hagyományőrzés az ne csak ilyen bemutató jellegű legyen, hanem hogy az be tudják emelni a családok a mindennapjaikba. De úgy látszik egyébként, tehát ami a 21. században belefér, ugye a vallás, a minden, a karácsony, tehát ezek azok a szokások, amiket az ételek elkészítése, amiket be lehet emelni egy 21. századi családnak is az életébe. Ez látszik számomra több hagyományőrző csoportból is. Mennyire tud az szerinted egyébként egy reális cél lenni, hogy ezek a hagyományőrző népszokások a mindennapjaink részévé váljanak hosszú távon? Próbálkozunk. Megpróbáljuk. Azt, hogy mit hoz a jövő, azt sajnos nem tudjuk. Nem igazán jó irányba megyünk azzal, hogy ez a technika ennyire eluralkodott rajtunk, és a gyerekek, van olyan gyerek, aki nem is akar más csinálni, csak a telefonját nyomkodni, vagy otthon játszani. Ezért is fontos az, hogyha ki tudjuk őket ragadni egy kicsit a telefon mellől, és egy másfajta érdeklődési kört mutatunk be. Jó, ez egyébként amit említettél, ez a gyógynövénygyűjtés, mert egy picit úgy kiszedi az embert a mindennapok mókus kerekéből, és mutat egy másfajta világot. Mi az, amit, milyen programokat terveztek most? Mi az, ami előttetek áll, akár pályázati területen? Mert hogy ehhez pénz is kell, hogy a tánccsoport vagy a közösség ilyen programokat tudjon szervezni, ahogy említetted te magad is, hogy azért ez egy költséges mulatság tud lenni. Igen, épp most zajlanak a pályázati beadások, és próbálkozunk azzal, hogy anyagi hátteret teremtsünk a programjainknak. Amivel készülünk következő évre, az egy nagyon nagy dolog, hisz Bonyhádra 300 éve érkeztek az első német települések, pontosan
1724. augusztus 1-én kötött letelepedési szerződést Konferenc a Németországból a frank részről érkező katolikus németekkel. Egy nagyszabású rendezvényt szeretnénk szervezni, de ez már túlmutat a német önkormányzat hatáskörén. Ez egy városi program lesz, városi program sorozat, és erre készülünk, szeretnénk egy Olmerschachtert is felállítani, hisz ezzel a hajóval érkeztek az első német telepesek. Ez egy utas hajó volt, hisz fából készült, és amikor megérkeztek itt a Tolna fad környékén, akkor szétszették ezeket a hajókat, és felhasználták a házaik építéséhez. És ezért is egy szimbólum ez az Olmerschachtel. Ezt szeretnénk felállítani, valamint egy lérpfádot, egy tanösvényt, ami megmutatja, hogy mit hoztak magukkal, és a 300 év alatt milyen hatás volt az, ami hozzájárult Bonyhád fejlődéséhez. Én ehhez nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy eljöttél, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy megosztottad velünk mindezt. A nézőknek a figyelmet köszönöm, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok!